Minden szülő számára rémisztő, ha azt tapasztalja, hogy gyermeke 3 éves kora körül már jár, de szinte még semmit sem beszél. Kétségbe esetten próbál segítséget keresni. Ezen a területen a korai fejlesztéssel foglalkozó szakemberek azok, akik a legkorábbi tünetekre is felfigyelnek. De mit és hogyan vizsgálnak, illetve hogyan fejlesztenek? Erről kérdezem Palicz Judit logopédust és pszichopedagógust. Hogy megértsük, mi is a megkésett beszédfejlődés, meg kell ismerni, mi jellemző egy átlagos beszédfejlődési gyermekre. Melyik életkorban milyen hangadás és beszéd az elvárható? A beszéd fejlődésének 2 fontos mozzanata van, a beszéd észlelés és megértés, illetve a beszéd kivitelezés. A beszéd elsajátításához 4 alapvető dolog szükséges: az épp beszédszervek, az épp hallás, az épp idegrendszer, illetve a beszélő emberi környezet. És ha ezek közül valamelyik sérül vagy hiányzik, a beszédfejlődés nem alakulhat megfelelően. A tipikus beszédfejlődésnek a szakaszai 0-tól 2 hónapos korig sírással fejezik ki magukat a csecsemők, és ez a sírás differenciálódik, ami azt jelenti, hogy az édesanyák pontosan azonosítani tudják gyermekük különféle sírását, tudják, hogy például azért sír, mert éhes vagy álmos, tele van a pelusa, esetleg épp csak a figyelmét szeretné felhívni magára, vagy esetleg beteg. 2-től 6 hónapos korig az a hangadások, illetve a gőgicsélésnek az időszaka. 2,5 hónapos kor körül a csecsemő kommunikációja kibővül a szociális mosollyal. A 3. hónap végén a halló csecsemő kezdi felfedezni a kapcsolatot a saját hangképzése és hallása között. Már odafigyel a saját hangreakciójára, utánozza a saját hangját, kezdetét veszi a játék a hangképzéssel, és ebben örömét leli. Érdekesség, hogy ebben az időszakban a csecsemő még rendelkezik a világon használt összes nyelv hangkészletével. 6-tól 10 hónapos korig a gagyogás időszakáról beszélhetünk. Ilyenkor kezd a hangkészlet a csecsemő anyanyelvére leszűkülni, valódi szótagok jelennek meg. Körülbelül a 10-18 hónapos kor között megjelennek az egyszavas kijelentések, mint például a mama, papa, vau-vau, amelyek során egy-egy szó egy egész mondatot is rejthet magában, és így ezáltal a gyermek a valóság egy szeletkéjét igyekszik kifejezni. Ebben az életkorban már körülbelül 60 szót képesek megérteni. Majd bekövetkezik a mi ez korszak, amikor a gyerek szinte folyamatosan kérdez. Egy nagy ugrás ez az időszak a beszédfejlődésben, hiszen a 1,5-2 éves gyermek általában már elég ügyesen kifejezi gondolatait, akaratát szavakkal, mondatokkal is. A szókincs nagymértékű fejlődése tapasztalható, ezt nevezzük szókincs robbanásnak. Érthetetlen szóalakok is előfordulhatnak még egyidejűleg. A gyermek ebben az életkorban akár 50 szó aktív használatára, és akár 200-300 szó passzív ismeretére is képesek. A 2. év után a szókincs rohamosan fejlődik, jellemző a többtagú mondatok használata, 300 szavas aktív szókincsel is rendelkezhetnek, és a családon kívül is megértik a gyermek kommunikációját, beszédét. Ez a nyelvtan elsajátításának az időszaka. Általános ilyenkor, hogy a gyermek hangokat, szótagokat kihagy vagy felcserél, illetve a ragokat, a képzőket még helytelenül használja, mivel ebben a korban kezdik el az anyanyelv szabályait megérteni. A nyelvtani szerkezetek elsajátításához elengedhetetlen a szókincs folyamatos gyarapodása. 3 évesen a gyermek aktív szókincse már 1000 szóra tehető, de passzívan akár 2-3 ezer szót is ismerhet. Használja a többes számot, a névmásokat, de főként az igék használata domináns, és nem ritkák a többszörösen összetett mondatok sem. 4 évesen érkezünk el az úgynevezett 2. kérdező korszakba, ez lesz a miért korszak, és ekkor a gyermek már megért bizonyos elvont fogalmakat is. A többes számot, a névmásokat következetesebben használja, kifejező szókincse 1500-2000 szóra is tehető akár. A mondatok már nyelvtanilag helyesebbek és bonyolultabbak is. Fejlődik artikulációjuk, de néhány hangkiejtése még nehéz lehet. A 4. év végére képes már beszédpartnerként viselkedni, társalgást kezdeményezni, úgy, hogy a hallgató igényeit, szempontjait is figyelembe veszi. Tehát egy 3 éves gyerek már komoly beszélgető partnerünk lehet, ezért mindenképpen feltűnő, ha van olyan gyermek a környezetünkben, aki nem szólal meg.
ennyi idősen. Meddig várjon egy szülő, hogy magától beinduljon a beszéd a gyermekénél, és mikor kell szakemberhez fordulni? Abban az esetben, ha a gyermek 2,5 éves korában nem rendelkezik 70 szavas aktív szókincsel, illetve nem használ több elemű szókombinációkat, akkor javasoljuk a szülőknek, hogy keressék fel a pedagógiai szakszolgálatot, mivel ez már olyan jelentős késés, hogy nem lehet garantálni, hogy a gyermek spontán fejlődéssel időben eléri az iskolába lépéshez szükséges nyelvi fejlettségi szintet. Azért általában a szülők először a gyerekorvossal beszélik meg a problémájukat. Milyen szűrésen kell átesni, hogy a megfelelő szakemberhez, szakemberekhez kerüljön? Mert hogy nem mindegy, hogy megkésett beszédfejlődésről van szó, vagy egy egyedi fejlődésmenetről, esetleg valamilyen pszichés vagy mentális okot kell kezelni. Feltétlenül szükséges bizonyos orvosi vizsgálatok elvégzése, ilyen például a fülorgégészeti vizsgálat, melynek keretében a gyermek hallásvizsgálata is elvégzésre kerül, bizonyos esetekben szükség lehet neurológiai vagy pszichológiai vizsgálatokra is. De a logopédiai szűrésen ezek nélkül, a vizsgálatok nélkül is átesnek a gyerekek, ugye? A 15/2013-as EMMI rendelet alapján, amely a pedagógiai szakszolgálati intézmények működését szabályozza, a logopédiai ellátás keretében kötelezően el kell végezni mind a harmadik, mind az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd és nyelvi fejlettségének szűrését. A 3 éves kori logopédiai szűrés kifejezetten a nyelvi fejlettségre, az 5 éves kori szűrés pedig elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írás-olvasás készültségre irányul. Ez a kétszintű szűrés azért jó, mert így a tipikustól eltérő nyelvi fejlődésű gyermekek biztosan a logopédusok látókörébe kerülnek még az iskola megkezdése előtt. A logopédiai szűrés eredményei alapján szükség esetén további részletes logopédiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat kezdeményezünk, ezek eredményei alapján szervezzük meg a gyermek további ellátását, ha erre szükség van. Amikor kimennek szűrni a gyerekeket a különböző intézményekbe, az óvodákba, akkor egy feladatlapot visznek hozzájuk. Ezen azonban sok a szöveg, nincsenek képek, de ezek a gyerekek még nem olvasnak, hiszen csak óvodások. Milyen teszt alapján szűri ki, hogy a gyerek beszédével gond lehet? Egy nem beszélő gyermek esetében nagyon nehéz felmérni azt, hogy mely szavakat ismer a gyermek passzívan, nyilván aktívan nem használ egyetlen szót sem, vagy csak nagyon keveset, és hogyha nehezen is kommunikál, főleg egy idegen környezetben, akkor ezt nagyon nehéz feltérképezni. Ezért egy olyan kommunikatív fejlődési adattárnak nevezett kérdőívet veszünk fel a szülővel, amelyben gyakorlatilag a gyermeknek nincsen szerepe, hanem a szülő elmondása alapján tudjuk felmérni azt, hogy a gyermek milyen és mennyi szót ismer, mennyit birtokol, mind passzívan, mind aktívan. Itt most éppen arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyek azok a szavak, amiket a gyermek mond. Van egy listánk, amin a szülő X-el tudja bejelölni azokat a megadott szavakat, amelyeket már hallott, akár csak egyszer is a gyermeke szájából, akkor is bejelöli a szót, hogyha a gyermek ezt a szót másképp ejti, vagy rövidíti, vagy más végződéssel használja. Ez a lista, ami itt megadott, az csak egy része a szókincsnek, nyilván más szavakat is használhat, amelyek itt nem szerepelnek. Arra is kitérünk, hogy szokott-e már a gyermek több szóból mondatokat alkotni. Itt csak azt kell bejelölnie a szülőnek, hogy nem, vagy néha, vagy milyen gyakorisággal használ ilyen mondatokat. Amennyiben használ már több elemű kombinációkat, akkor azt jelöli meg, hogy a megadott mondatok közül melyik az, amelyiket leginkább jellemzően használja. A gyermek nyelvhasználatára vonatkozó kérdések közül is a megadott kérdésekre igen, illetve nem válaszokat kell adnia a szülőnek. Példamondatokon keresztül kellene felsorolnia a szülőnek a 3 leghosszabb mondatot, amelyet a gyermek nemrégiben mostanában mondott. Miután elkészül ez a felmérés, amelyet a szülőkkel töltenek ki közösen, mi a következő lépés a gyermek vizsgálatában? Szükség esetén további részletes logopédiai, gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi vizsgálatokat kezdeményezünk, melyek eredményei alapján szervezzük meg a gyermek további ellátását, hogyha erre szükség van.
A nem vagy alig beszélő gyermekek beszéd és nyelvi fejlettség vizsgálata a gyermek életkorához és állapotához igazodó eljárásokkal történik, és ennek keretében minden esetben elvégezzük az anamnézis felvételét, amit úgy kell elképzelni, hogy ez egy édesanyával való beszélgetés, ami feltérképezi a várandóság, a szülés körüli és utáni eseményeket, a gyermek esetleges korábbi betegségeit, jelenlegi betegségeit, a mozgás és a beszédfejlődés állomásait, táplálkozási, alvási, viselkedési szokásait, illetve a személyiség jellemzőit. Vizsgáljuk továbbá a gyermek beszédszerveinek állapotát és működését, ezáltal az ajkak, a fogazat, a nyelv, a garat képleteinek állapotát és a funkcionális működést mérjük fel. Megvizsgáljuk a gyermek nagy és finom mozgását, rajzkészségét, a saját testén való tájékozódás képességét, térben való tájékozódását. A vizsgálatnak egy fontos eleme épp hallású gyermek esetében a beszédhangok észlelése, a hallási figyelem, a beszéd megértésének vizsgálata is. Megfigyeljük a gyermek viselkedését, kommunikációs tendenciáit a vizsgálati helyzetben, illetve bölcsődei vagy óvodai csoportjában is, esetleg otthoni környezetében is. Ez alapján, a teszt alapján lehet-e már tudni, hogy a megkésett beszédfejlődés esetleg diszfázia okozza, tehát egy beszédzavar, vagy csak a gyermek nem az általános ritmust tartja? A nyelvi késés többféle fejlődési zavar jele lehet, így a nyelvfejlődési zavar, olvasászavar, autizmus spektrumzavar, hallássérülés, illetve értelmi képesség zavarával járó szindrómák korai tünetei közé tartozik a beszéd késése. 2 éves korban a nyelvi késést mutató gyerekek aránya 15-25%. Ennek a csoportnak körülbelül a fele viszonylag hamar 3-4 éves korára felzárkózik a korcsoportjától elvárható fejlettségi szintre. A másik fele azonban súlyosabb eltérést mutat, és nem várható, hogy támogatás nélkül felzárkózzon. A gyermekek egy részénél a nyelvi képességek fejlődése a megszokott sorrendben halad, de az átlagosnál lassabban megy végbe. Ilyen esetben a nyelvi fejlődés késéséről, fejlődésbeli elmaradásról beszélünk. Ez egy enyhe fokú időbeli és mennyiségi eltérés, de semmiképpen sem minőségi eltérés a tipikus beszéd vagy nyelvfejlődéstől. Ez átmeneti probléma, jó prognózissal. Ebben az esetben nem áll fent sem idegrendszeri eltérés vagy pszichés funkciózavar. Akkor kiket is nevezhetünk megkésett beszédfejlődésű gyerekeknek? Azt nevezhetjük megkésett beszédfejlődésű gyermeknek, aki 2 évesen nem rendelkezik 50-70 szavas aktív szókincsel, nem használ szószerkezeteket vagy többelemű kombinációkat, hiszen ilyen szókincsel nem kezdődhet el a nyelvtan épülése. A megkésett beszédfejlődés biztos diagnózisához minden esetben szükséges neurológiai és fülészeti kivizsgálás. A szakorvosi vizsgálatokon kívül tisztázni kell a gyermek értelmi és motoros fejlettségét, elemezni kell a környezetét, a beszédpélda és a beszédre ösztönzés szempontjából is. A megkésett beszédfejlődés hátterében állhat az érési folyamatok késése, lehet veleszületett hajlam, örökletesség, enyhe hallássérülés, de kedvezőtlen pszichoszociális hatások, mint például hospitalizáció vagy a rossz beszéd példa is. Azok a gyerekek, akik csak lemaradtak a beszédben a társaikhoz képest, könnyebben fejleszthetők, mint a beszédzavarral küzdők? A megkésett beszéd fejlődés tünetei közé tartozik az, hogy jó a beszéd észlelés, de a beszédértés gyorsabban fejlődik, mint az aktív beszéd. Egyszerű felszólításokat, utasításokat végre tud hajtani a gyermek, és nem utasítja el a kommunikációt. Kedvező a prognózisa, a tünetek 3-4 éves kor között kifejezettek, de 4-6 éves kor között fokozatosan megszűnnek. Lehetőség van a korosztályi csatlakozásra az iskola kezdésig, ha időben hozzáférnek a fejlesztéshez. Életpályájuk képességeiknek megfelelően alakulhat iskolai kudarcok nélkül, azonban maradványtünetek lehetségesek kisiskoláskorban, ilyenek például az artikuláció eltérő fejlődése, illetve hogy jó beszédértés mellett fejletlenebb az aktív szókincse, grammatikailag épp, de szerkezetileg egyszerűbb mondatokat alkotnak. Lehetséges a nagy és a finom mozgások ügyetlensége és az olvasás-írás menetének lassú ütemű elsajátítása is.
Van azonban egy ettől súlyosabb rendellenesség, a diszfázia. Ez a kifejezés nyelvi zavar néven ismerős lehet hallgatóink számára is. A nyelvfejlődési zavar, a nyelvi fejlődés eltérése számos fejlődési zavar vagy szindróma velejárója lehet. Létezik azonban a gyermekeknek egy olyan csoportja, akiknél elsődleges formában jelenik meg a nyelvi zavar, amelynek a hátterében nem áll neurológiai, mentális, szenzoros vagy társas érzelmi érintettség, sérülés. Ezt a zavar specifikus nyelvfejlődési zavarnak nevezzük. Ez mind a kifejező beszéd, mind az észlelés, a beszédfeldolgozás időbeli és strukturális minőségi zavara eltérése. Miben nyilvánul meg? Jellemző a szó és mondatalkotás feltűnő hiánya, alacsony szintje, szótöredékeket használnak, a nyelvi szabályokat lassan sajátítják el, nyelvtanilag helytelen mondatokat használnak, ezek megnehezítik a megértést, sajátos, egyéni, nem létező szóalkotások használata is jellemző. Milyen életkorban állapítható meg legnagyobb biztonsággal a nyelvi zavar? A korai nyelvi fejlődésben tapasztalható nagy egyéni különbségek miatt a nyelvi zavar diagnózisa 4 éves kor előtt nagy biztonsággal nem mondható ki. Erre az életkorra dönthető el objektíven, hogy átmeneti fejlődési egyenetlenségről vagy tartós fejlődési zavarról van-e szó. A logopédiai terápia csökkentheti, kompenzálja a nyelvi hátrányokat, ám a nyelvi zavarral küzdő személyek kevésbé képesek felzárkózni az életkornak megfelelő nyelvi szinthez. Nehézségeik iskoláskorban az írott nyelvre is áthelyeződnek. A prognózis kevésbé kedvező, mivel befolyással van az egész életút alakulására, még felnőtt korban is észlelhetők maradványtünetek. Ilyenkor van az, hogy a gyerek az iskolában szembesül az írás, illetve az olvasás nehézségeivel, de belekapaszkodnék abba a mondatába, amikor azt mondta, hogy hiába kapja meg a gyermek a legjobb fejlesztéseket, elképzelhető, hogy artikulációs fejlődése így is eltérő marad az átlagostól. Mik a legismertebb beszédindítási technikák, amivel azért a legjobb eredmény érhető majd el a későbbiekben, és amire jó alapozni? Valójában az artikulációs eltérések nem azt jelentik, hogy egész életében eltérő artikulációval fog majd beszélni, hanem azt jelenti, hogy az artikulációs nehézségek kitolódhatnak egy akár 7 éves korban is. Lehetnek még olyan hangok, amelyeket nem tud tisztán ejteni a gyerek. Valójában itt nem az artikulációs problémákra fókuszálunk, egy nyelvi zavaros gyermek esetében nem ez a fő probléma, hanem a nyelvi szerkezeteknek az eltérő használata, a magának a nyelvnek az eltérő használata. A kifejező beszéd, az észlelés és a beszédfeldolgozásnak a minőségi zavaráról van itt szó. A szóalkotás, a mondatalkotásoknak a hiánya, vagy az eltérő minősége, vagy az alacsony szintje, a kevésbé kidolgozott beszédről van itt szó, a nyelvi szabályoknak a lassú, nehézkes elsajátítása, a nyelvtanilag helytelen mondatoknak a használatáról, amelyek a megértést is nehezítik. Nem tudja majd jól észlelni az alanyállítmány szerepét, a ragokban tévedhet, jól értem, vagy esetleg az igeidők is bezavarhatnak, ami egy átlagosan fejlődő gyereknél nem okoz gondot? Így van, tehát főleg a nyelvtani szerkezetekben téveszt, a névelők, névutókban, a helyhatározókban, ezekben mindig nehézségei lesznek, igen, akár a megértésben, akár a kifejezésben. Ez általában azért a beszédzavaros gyerekekre jellemző, de hogyha megnézünk egy megkésett beszédfejlődésű gyermeket, az is hasonló terápiában részesül, tehát valahol azonos a kezelési módja a diszfáziának, és csak egy olyan, mondhatni lustább gyereknek, aki később kezdi el használni a beszédszerveit? Minden esetben sérülés specifikus, egyénre szabott a terápia. Az első és legfontosabb feladat a beszédkedv felkeltése egy szeretetteljes elfogadó légkörben. Minden esetben a legfőbb eszköz a játék, a játszás. A gyakorlatok nem a gyermek életkorától, hanem mindig a fejlettségi szintjétől függenek. A terápia során a beszédfejlesztés mellett az észlelés, a mozgás, a gondolkodás, a figyelem és az emlékezet fejlesztése is fontos feladatunk.
A beszédfejlesztés magába foglalja a szókincsfejlesztést, a nyelvi rendszer kiépítését, mely során a természetes beszédfejlődés menetét kell követni. Az artikulációs hibák javítása nem fő feladata a beszédindító terápiáknak. Fontosabb a valódi kommunikációs helyzetek létrehozása, a gyermek támogatása a kommunikáció örömében, a jó beszéd minta adása. Más területekről érdemes bevonni szakembert a terápiába? Érdemes mozgásterapeuta, illetve pszichológus bevonása is a terápiába. Általában ekkor már közösségbe jár a gyerek, vagy óvodába, vagy bölcsödébe. Mi várható el ezektől az intézményektől? Hogyan tudják segíteni a logopédust és a szülőt, illetve a legfontosabbat, a főszereplőt, a gyereket? A bölcsöde, illetve az óvoda részéről ugyanaz várható el, mint a szülő részéről, ez pedig a helyes beszéd példa, a jó érzelmi légkör kialakítása. Fontos, hogy a gyermek mondandójának a tartalmára figyeljünk, ne a kivitelezés módjára. Az utánmondásra kényszerítés, a direkt javítás nem célra vezető. Legcélra vezetőbb a közös napi tevékenységek során a tevékenységek folyamatos verbalizálása, a beszélgetések, a mesélés, a mondókázások, a mozgásos játékok, a gyermekre való érdeklődéssel teli odafigyelés, szemkontaktus felvétel. Ezáltal tudjuk leginkább ösztönözni a gyermeket arra, hogy a szeretett személlyel örömét lelje a szóbeli kommunikációban. Akkor még egyszer utoljára foglaljuk össze, hogy az a szülő, akit ez a beszélgetés egy kicsit megingatott abba, hogy vajon az ő gyermeke beletartozik-e bármelyik fejlődési rendellenességű csoportba, megkeressen egy környezetében ismert logopédust, vagy várjon addig, amíg a logopédus jelentkezik a gyermek oktatási nevelési intézményében, és elvégzi ezt a felmérést, amiről az előbb említést tett. Magyarországon a törvény általi lehetősége van a szülőknek ingyenesen ellátásért, segítségért folyamodni a pedagógiai szakszolgálatokhoz, hiszen a szakszolgálatok a törvény alapján most már kötelezően biztosítják a harmadik életévüket betöltött gyermekek nyelvi szűrését. Ezáltal időben segítséget tudnak kapni azok a gyermekek, akiknél nyelvi problémák lépnek fel. Köszönöm szépen a tartalmas beszélgetést és a hasznos tanácsokat Palic Juditnak, aki logopédus és pszichopedagógus, és kívánom, hogy minél kevesebb gyermek kerüljön önhöz, de minél nagyobb sikerélmény legyen ezen a néhány gyermekkel.